régiómban sok beszélgetésben esik szó nukleáris anyagokról. Legutóbbi jelentésem 627. oldalán is kitértem rá, hogy a káosz érdeklődik az atomfegyverek iránt. Ezt alátámasztandó ajánlom figyelmükbe a következő beszélgetést. Mit csinálsz? SMS ezzel? Ja, írok a csajomnak, hogy nem veszem el júniusban, mert nem érek haza addig. Megnézhetem? Persze. Jó pofa. Ó, hát ez fura. Nincs térerő. Bocsika, Maxi. Folytassa. Legközelebb a sajátoddal játsz. Üdv, uraim! Bocs, Keren, jó a propellere. Elnézést a késésért, de meetingen voltam, ami végtelenül goromba, pökend és gúnyoros alelnökünknél. Semmi gond. Ezt a kis beszélgetés foszlányt egy önfeláldozó iraki pincérfiú rögzítette. Aftab, milyen a kávé? Finom, Dalib. Koffeinmentes. Hát a tiéd? Az enyém is finom. Na és milyen a muffin? Húzós anyag. Tehát a muffin egy jelige volna? Nem. Házi a sütemény, ami, meg kell mondjam, sokkal jobban hízlal, mint sokan hiszik. Felmerül hát a kérdés, miért tömi magát két harcedzett káosz ügynök szénhidráttal? Hát mert szörnyű nyomás alatt vannak. Ezért a mentes kávé. Csak Aftabnál Dalib koffeineset iszik. Miért? Mert már 3 napja a kanapén alszik, mert azt mondta a sógornőjére, hogy ráncos vénbanya. Mindenki száján kicsúszhat ilyesmi dühében. Ráncos banya, dagadt tehén, hálátlan ringyó, üres szavak. Amin a vállásnál elúszhat, a láthatási jog. Oda se neki. A srácok nem is hasonlítanak rád. Lezárhatnánk ezt, és visszatérhetnénk Max rendkívül részletes jelentésére? Köszönöm. Mondandóm lényege, hogy ha belátjuk, hogy ellenségeink is gyarló emberek, képesek leszünk legyőzni őket. Igen, valóban rossz fiúk. De nem a lényük rossz, csak a munkájuk. Hallgassuk tovább a felvételt. Előre bocsátom, a következő 100 oldal kicsit száraz lesz.